A vonatot indítja ez a vasutas a kisvárdai állomáson. Mintegy 38 ezer társával együtt ő is a MÁV csoport alkalmazottja. A cég ugyanakkor még több ember tudna foglalkoztatni, jelenleg 2,5-3%-os a munkaerőhiány, ami nagyságrendileg 1000 főt jelent. Ez hasonló adat, mint az előző években. A rekord tavaly volt, ekkor volt a legmagasabb a fluktuáció. A társaság próbálja minél jobban megszólítani a fiatalokat, például a nyári fesztiválokon. Erre szükségük is van, hiszen egyre több az 50 év feletti dolgozójuk, vagyis elmondható, öregszik a vasutas társadalom. A vállalat több munkakörben is keres új dolgozókat. MÁVcsoport.hu weboldalon több száz álláshirdetéssel lehet találni, ezt naponta frissítik a munkatársaim. Elsősorban szakképesítéssel rendelkező kollégákat keresünk. Nagy a munkaerőhiány a járműszerelők körében, a váltókezelők, tolatásvezetők, forgalmi szolgálattevők körében, de keresünk jegyvizsgálókat is, illetve majd a diplomásokat említsük, mérnököket is. Hiányok ugyanakkor semmilyen fennakadás nem okoz. Átcsoportosítással, túlórával oldják meg azoknak a feladatoknak az ellátását, amelyek a vasúti működés biztonságos fenntartásához szükségesek. Belső ajánlási rendszer is létezik a MÁV-nál, vagyis díjazzák azokat az alkalmazottakat, akik új munkavállalókat hoznak. Dolgozóikat pedig igyekeznek minél jobban megbecsülni. Idén értek például 3 éves bérmegállapodási programjuk végére. Több mint 30%-os bérfejlesztést hajtott végre állami segítséggel a vállalatunk, illetve most volt a vasutas hét, a múlt héten bejelentették a vezetőink, hogy szintén 24 ezer munkavállalónk 5 és 20 ezer forint közötti bérfejlesztésben részesült. Tehát mondhatjuk, hogy folyamatos a bérfejlesztés valamilyen módon. Ezen felül közel 400 ezer forintos béren kívüli juttatást is adunk. És vannak olyan munkakörök, ahol egészségmegőrző program működik, ez elsősorban a fizikai munkaköröket jelenti, ilyenkor egy hétre el lehet menni, pihenni plusz, rendes szabadsággal segíti ezt, illetve a teljes költségek átvállalásával segíti ezt a vállalat. Egy jegyvizsgáló egyébként nagyjából bruttó 270 ezer forintot is kereshet. Közben nem csak a MÁV-nál lenne szükség több munkavállalóra, más állami társaságoknál is hasonló a helyzet. A Magyar Postánál csaknem 250, a Volán társaságoknál 900, míg a BKV-nál 150-200 álláshely betöltetlen, derült ki a vállalatok Népszavának küldött válaszaiból. A Magyar Postát mi is megkerestük. Közlésük szerint náluk általában 1%-os a betöltetlen állások száma. Itt leginkább kézbesítőket, csomagfeldolgozókat és gépjárművezetőket keresnek. A Volán társaságoknál pedig jelenleg 5% körüli a betöltetlen álláshelyek aránya. Elsősorban autóbuszvezetők és járműkarbantartók hiányoznak.